Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy mi volt a 2015 februári, nem, márciusi Pixi Boxban. Mint mindig, ebben is volt egy Pixi magazin, és akkor itt van a Pixi Box, és nézzük is, hogy mi van benne. Mint mindig, most is erről a kis lapocskáról fogok puskázni, hogy mi micsoda, és milyen, és hasonlók, mert hogy... ez nagy segítség. Az egyik nagy kedvencemmel kezdeném, az pedig ez a masszázsolaj szett, ami 3x20 ml teljes kiszerelésű termékből áll. Ezek így néznek ki, 3 darab ilyen cuki masszázsolaj. Mindjárt el is mondom róluk a véleményemet, de most először nézzük is, hogy mit ír róla a kis papír. Tehát azt írja, hogy boldogság, masszázsolaj. A vörös mák és kender éterikus olajával jó hangulatot és derültséget kelt. És a boldogság masszázs olaj az, hát... igazából fogalmam sincs, hogy melyik az, mert hogy nem tudok németül, és szerintem ezen németül vannak rajta a dolgok, de valamelyik a három közül. Igen. Akkor a Ylang-Ylang masszázsolaj, ami tudom, ez a középső az. Az egzotikus Ylang-Ylang fa, az ápoló jojobaolaj és az intenzíven tápláló mandulaolaj egyedülálló kompozíciója. Igen, és végül a bársonyos bőrmasszázsolaj. Száraz és érzékeny bőrre intenzíven tápláló mandulaolajjal, regeneráló argánolajjal és napraforgó olajjal. Ez jól hangzik. Így használ. Gyengéden masszírozd a bőrbe, így a masszázs során felszabadult hőhatására az aromák intenzívebben fejtik ki hatásukat. Szóval ezeket én már így kibontogattam. Ez egyébként ezeknek a márkája a Kneipp. És akkor nézzük most először ezt a lila színűt, amin ilyen pipacsok vannak. Nem tudom, hogy ez melyik tényleg. Szerintem ez a boldogság masszázsolaj. Igazából ez egy ilyen kis letekerős tartókába van, és csak ki kell önteni a kézre. Ennek egész jó illata van egyébként, de nem ez a kedvencem. Akkor ez a Ylang-Ylang. Ennek olyan nagyon durva fűszeres illata van, de ez sem a legjobb. Viszont a kedvencem az ez a rózsaszín színű, ez a Mandelblüten Hautzart. Szerintem ez a bársonyos bőr masszázsolaj, de nem vagyok benne biztos tényleg. Ennek borzasztóan jó illata van, és egyébként teljesen más az illata, hogyha rákened a bőrödre és belemasszírozod, teljesen más illata lesz, és nagyon illatozik is, tehát nagyon durván lehet érezni az illatát, de nagyon-nagyon jó, és tényleg bársonyos, puha lesz tőle az ember keze, úgyhogy iszonyatosan jó, jobb, mint egy kézkrém, komolyan mondom, mert az illata is intenzívebb és jobban ápol. A következő kedvencem, ami szintén nagyon nagy kedvencem, az a Berjem körömlak, ami 11 ml teljes kiszerelésű termék. Azt írja róla, hogy londoni kultikus brit márka, amely az 1982-es alapításától kezdve az élénk, vibráló színeiről volt híres. Mára a márka elhivatottsága az, hogy olyan kollekciókat készítsen, melyek vidámak és innovatívak. Tehát tényleg ez egy nagyon élénk rózsaszín színű körömlak, és iszonyatosan jó, bár egy kicsit folyékony, tehát folyékonyabb, mint más körömlak. Bár még nem tudtam kipróbálni, mert ugye most éppen nem régen lakoztam ki a körömet, konkrétan tegnap. Úgyhogy ezt majd csak jövő héten tudom jobban megnézni, hogy milyen.
rosszul van írva, tehát azt írja 11 millis, de ez csak 10 millis, úgyhogy ez inkább igazából 10 millis kiszerelés. És ez a Bright Pink árnyalat. A következő, aminek szintén nagyon-nagyon örülök, de hát annyira örülök, hogy az valami borzasztó, tehát úristen, tehát az két darab Art Deco szemhéjpúder. Jézusom! Nem gondoltam volna, hogy egyszer valaha is lesz nekem Art Deco szemhéjpúderem, mert ugye ezek ilyen picikék, és körülbelül leértékelve láttam én 2500 forintért a Müllerbe, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy valaha is lesz Art Deco. De lett, hál' Istennek. Dobozonként ugye két darab eltérő változatos színben van a Pixi Boxban, és nekem is kettő darab van, két más színű, de először elolvasom, hogy mit ír róla. Magasan pigmentált formulájának köszönhetően tartós mink készíthető segítségükkel, az Art Deco ikonikus mágneses beauty boxába helyező pedig kedvünkre válogathatjuk a színeket. Na most nekem nincsen ilyen mágneses beauty boxom, úgyhogy én csak úgy simán fogom tárolni, de nem is értem, hogy miért nem vettem észre, ez tényleg mágneses, mert így összetapadnak. Na mindegy. Tehát ez két darab ilyen picike szemhéjpúder, az egyik az egy ilyen sötét szürke feketés szín, amiben ezüst csillámok vannak, és a másik pedig egy ilyen szürkés kékes, de inkább kékes csillámos szín. Meg is mondom mindjárt a számukat. Hát a feketének az a szám, hogy 602-40K, a kékesnek meg 660-30K, ezt nem tudom mit jelent, de ezek így néznek ki, és borzalmasan szépek. Már dolgoztam is az egyikkel, a feketéssel, az van most a mozgó szemhéjamon egyébként, hogyha szeretnétek ugye jobban látni, hogy milyen, akkor itt van, és nagyon szépek, nagyon pigmentáltak, viszont iszonyatosan hullanak, tehát kénytelen voltam egy zsebit az arcomhoz tartani, hogy ne legyen tiszta szemhéjfestékes az arcom, viszont ezt leszámítva borzasztóan szépek, és nagyon örülök neki, hogy köszönöm Pixi Box! Oké, a következő az egy Revlon Professional Nutricolor Cream 1002, ami egy 3:1 direkt színező pakolás, ami 24 millis kereskedelmi méretű termék, erről van szó. Hát ez egy ilyen, mindjárt olvasom. Direkt színező pakolás festett szőke és melírozott haj ápolására kozmetikai összetevőkkel. Színerőt, látságot és ragyogást adó hajpakoló koktél ionos pigmentekkel, AHA gyümölcssavakkal. Így használd most meg a hajad, majd a törölköző száraz hajadra vidd fel és oszlasd el az anyagot az ujjad, vagy fésű segítségével. Hajthatni 3 percig, majd alaposan öblítsd le 1-2 alkalommal elegendő mennyiség. Közben elment a nap, bocsi. Az a helyzet, hogy ugye pont most váltottam hajszínt, úgyhogy én ezt nem hiszem, hogy annyira ki tudom próbálni. A következő, aminek szintén nagyon örültem, ugyanis ez egy eucerines termék, és tudjuk már egy ideje, hogy az eucerines termékek borzasztóan jók, tehát mindegyik, nekem például kettő ajak balzsamom is van az eucerintől, és mindkettő nagyon jó, mondjuk ugyanaz a kettő, úgyhogy tök mindegy, tehát. Meg volt már minden ilyen pattanástalanító, arc, mindenem. Tehát sok mindenem volt az eucerintől, és most szintén kaptunk egyet, egy eucerines terméket, ez pedig az Even Brighter FF30, nappali arckrém, ami csak egy minta. Nappali arckrém FFH30 termék klinikai tanulmányok által igazolt módon segít a hiperpigmentációs bőr problémák csökkentésében, mint a sötét foltok és az egyenetlen bőrtónus. A magas FF30 fényvédő faktornak és UVA védelemnek köszönhetően segít a további napsugárzás okozta bőr problémák és a pigmentációs zavarok kiküszöbölésében. Igen, tehát ez ilyen más színű bőrre való, csak az a helyzet, hogy nekem nincsen olyan gondom, hogy bőrszín elváltozásom lenne, viszont
örömmel el fogom használni. És végül az utolsó termék, amit kaptunk, az... az Úristen! Tehát szerintem az összes közül ennek örültem a legjobban, vagy nem tudom, tehát annyira boldog vagyok, hogy van egy ilyenem, hogy azt elmondani nem lehet, közben megint kisütött a nap. Szóval ez egy parfüm minta, amint mindig általában szokott lenni ugye a Pixi Boxokban parfüm minta, és most is van. És ez pedig egy Versace Bright Crystal Absolute női parfüm, és 1 millis minta van benne, tehát ez a Versace Bright Crystal Absolute intenzív, vibráló, érzékés, elbűvölő illat, fő illatjegyei között megtalálható a gránátalma, a málna és a babarózsa. Abszolút elegáns csomagolása a kristályok luxusát eleveníti meg egy ízig-vérig Versace illat. Ez az illat, ez valami borzasztó jó, tehát ezt nem tudom. Tehát ez egy olyan illat, hogy nőies, de mégsem az. Elegáns, de mégsem az. Erős, de mégsem az. Nem az a tipikus erős női illat, hanem van benne valami kis plusz, ami egy kicsit ilyen fanyar illatú, nem is tudom. Nem tudom elmagyarázni, hogy milyen illat, de nagyon jó, és valahogy meg fogom szerezni. Nem érdekel, hogy hogyan, valahogyan meg fogom ezt az illatot szerezni. Borzasztó jó, iszonyatosan imádom, és... Ah, nagyon jó, tehát... Már csak egy picike kis papír van a Pixi Boxban, és ki is ürült. Ez a kis papír pedig egy überes papír, ami az van, hogy használd a kódot Pixi Box, és 2500 forintig mi álljuk az első utadat, és itt hogyan, tehát ez egy ilyen utazós dolog, tehát nem tudom, nem hiszem, hogy fel fogom használni, úgyhogy annyira nem tudok róla sokat mondani. Ennyi is lett volna ez a mai videó, remélem tetszett nektek, és velem tartotok a következő videóban is. Igyekszem megrendelni, tehát igyekszem nem lemaradni az ilyen megrendelésekről, hogy Pure for Beauty, vagy nem tudom mi volt ez a új Pixi Boxos dolognak a neve. A Pixi Bagről is igyekszem nem lemaradni, mert most egy ideig nagyon lemaradtam, de most már tudom, hogy hova rakja az értesítő e-mailjeimet a Gmail, úgyhogy... Na, és remélem tetszett nektek ez a videó. Nekem nagyon tetszett, főleg azért, mert iszonyatosan jók ezek a termékek. A Pixi Box oldalának a linkjét lent megtaláljátok, és minden egyes fontos információ linkjét is lent megtaláljátok, úgyhogy remélem tetszett, és sziasztok!